A Bursa Hungarika ösztöndíjpályázat az előző Fidesz kormány irányítása alatt 2000-ben alakult meg. Dabas pedig már a kezdetektől támogatta és részt vett ebben a pályázati rendszerben. Nagyjából azt jelenti ez az egész, hogy egy három pillérű támogatáshoz juthat a hallgató, az a hallgató, aki felsőfokú intézményben tanul tovább. Ez a három pillér, ez a helyi önkormányzat, a Pest megyei közgyűlés, tehát a Pest megyei önkormányzat, illetve maga az állam. A rendszer az úgy épül fel, hogy a helyi önkormányzat és a Pest megyei önkormányzat együtt 5000 forinttal, maximum 5000 forinttal támogathatja a hallgatót, és ugyanennyit fog hozzátenni az intézmény, vagyis maga az állam. Tehát ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk Dabosváros önkormányzata valakinek 3000 forint támogatást ad, ehhez hozzátesz a megye mondjuk 1000 forintot, ez 4000 forint, és ugyanennyivel fogja támogatni maga az állam is. Tehát a hallgató havi szinten 8000 forintos támogatásban fog részesülni 10 hónapon keresztül. A Bursa Hungarika ösztöndíjpályázat két részre bontható. Az A típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhelyen rendelkező, hátrányos szociális helyzetű tanulók jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton folytatják felsőoktatási tanulmányaikat. A B típus az, amikor valaki még most van érettségi előtt, de már tudja, hogy hová szeretne tovább menni, illetve kiválasztotta azokat az intézményeket, amelyekbe fognak jelentkezni, és elnyeri a felvételt, tehát 6 fél éven keresztül alapfokú oktatásban fog részesülni, alapképzésben, és a 6 fél éven keresztül fogja kapni ezt a támogatást. Az A-típusú pályázónak minden évben meg kell újítani magát a pályázatát, a B-típusúnak gyakorlatilag csak a körülményeket kell tudnia igazolni, hogy fennállnak azok, amik alapján ő részesült a támogatásban. A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat december 9-éig bírálja el. A döntésről a pályázókat december 16-áig írásban fogják értesíteni. Ez egy szociális típusú támogatási rendszer, tehát gyakorlatilag azok kaphatnak, azok részesülhetnek benne, akik szociálisan hátrányos helyzetben vannak. Itt az elsődleges bírálati szempont az egyfőre eső jövedelem. Többé-kevésbé ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy mondjuk egy négy tagú családnál, hogyha az egyfőre eső jövedelem az a minimálbér alatt van, akkor nagy az esélye arra, hogy egy magas támogatásban részesül. Egyébként magának az önkormányzatnak lehetősége van arra is, hogyha mondjuk meghaladja ezt az összeget az egyfőre eső jövedelem, ez egyébként most 60.600 forintot jelent nettó. Ha meghaladja, akkor az önkormányzat a saját rendelete alapján kiegészítheti ezt a támogatást. Tehát pluszpontokként megjelennek olyanok, hogyha valaki félárva, ha valakinek több testvére van, ha valaki albérletben lakik, az utazás az nehézséget okoz számára. Tehát gyakorlatilag ezek még pluszpontokat jelenthetnek az elbírálás szempontjából. Dabasváros önkormányzata az elmúlt években átlagosan 100 tanulót támogatott az A-típusban és 20 tanulót a B-típusban. Az erre a célra elkülönített összeg pedig 3 és 3,5 millió forint. Ezen kívül egyébként a városban létezik több ilyen támogatási forma, tehát nem csak szociális alapon lehet pályázni a felsőfokú oktatási intézményekben tanulóknak, hanem mondjuk tanulmányi eredményük alapján is, csak azt nem az az eseti bizottság bírálja el, amiben hát pedagógusok, képviselők, intézményvezetők foglalnak helyet, hanem azt az Esélyegyenlőségi Bizottság, tehát azt máshová kell benyújtani. Magát a pályázati adatlapot meg lehet találni Dabasváros honlapján, illetve meg lehet találni a Vekerle Sándor alapkezelő honlapján.